Jó reggelt, napot, estét mindenkinek! Hát egy újabb versenyen vagyok, mégpedig a Hargita Trail Runningon. Mondtam 2 évvel ezelőtt, hogy ide vissza fogok jönni, és idén úgy alakult, hogy hát újból itt vagyok, és aminek kifejezetten örvendek, míg 2 évvel ezelőtt végig esőbe kellett szaladni, viszonylag keveset tudtam megmutatni nektek a táj szépségéből, itt a hargitai hegyekből. Ezt most idén úgy néz ki, hogy teljes mértékben meg tudom tenni, úgyhogy mindenféleképpen maradjatok velem, mert ez egy gyönyörű verseny lesz, ezt már előre el tudom mondani nektek, illetve több futóm is itt mutatkozik be ezen a versenyen, úgyhogy van, amiért nekem is izguljak, tehát egy kifejezetten érdekes napnak nézünk elébe, amire még így verseny előtt megkérlek, hogyha nem vagytok feliratkozva, akkor ezt mindenféleképpen tegyétek meg, és hogyha szeretnétek, akkor csatlakozás gombbal tudjátok támogatni a csatornát is. Na, megyek hamar, átöltözök, mert körülbelül 1/2 óra múlva indulunk is. Én a 21 kilométeres távra félmaratonra neveztem. Idéntől van maraton, ami nem teljes egészében maraton, 31 kilométer, ha jól emlékszem, illetve van egy 10 kilométeres táv is. Nekem, amit megnéztem, az a félmaratonon van körülbelül 1000 méter szintemelkedése, a 10 kilométeren 400, ugye ezt a futói miatt néztem meg, akit érdekel, pedig nézzen utána a maratonnak. Szóval megyek, gyorsan átöltözöm, mert... Jó, nem úgy számolok vissza. Hát, el is indultunk. Jenci megint itt van, el nem marad. Na, gyertek, nézzük meg, hogy milyen a Hargita. Jöttünk 1 kilométert, nagyjából fölfele, most egy keveset szaladunk ilyen, hát majdnem teljesen viszintesen, aztán majd újból kezdődik meg egy nagyon mászással. Várkosi Hargita, hát az időjárásra, arra most idén paraszt nem lehet, sőt még meleg is lesz, ezért megpróbálom minél gyorsabban befejezni a versenyt. Hát, amit számolok, 3 évvel ezelőtt, vagyis 2 évvel ezelőtt 3 óra 20 perc volt, most az 10 percet így lenne javítani. Hát meglátjuk, hogy mit ad ki a verseny. Már most gyönyörű, és mi nagyon ezelőtt vagyunk, még csak 2 kilométer ment le. Hát eddig viszonylag jól futható volt, na de hát ez a köves rész is véget ért, 3 kilométer, megvan, eddig tényleg nem volt probléma, itt ez a kevés ilyen vízmosás lehordta a köveket, na az, hoppá, de egyébként eddig teljesen rendben van, nagyon jól futható. Beértünk az erdőbe, ami jó, mert árnyék van, viszont ami kellemetlenebb az az, hogy elkezdünk emelkedni, úgyhogy innen séta. És eléggé meredeken emelkedik itt, mert 1300 méteren van 120 méter szintemelkedés, ami hát szombosna erősen, főleg, hogy mostanában terepen sem futok. Nézzétek, mennek, haladnak fel a futók. Eddig felértünk, és most itt egy picit lelassultunk, mert köveken kell haladni, és ez mind azért van, mert ugye ez a Hargitai hegység egy vulkanikus hegy, és persze, amikor ez kitört, akkor jó. Akkor a kövek, a láb, ami megszilárdult, az most itt van. És itt vagyunk a Rákosi
Hargitán, 1700 méter körül. Hogy nézzétek. Mindjárt mutatom, csak érjek fel. Na hát itt, ilyen gyönyörű. Onnan indultunk, és haladunk arra tovább. A dobogóért nézsz, akkor felfele is így kell szaladni. Hú, ez itt, nem a tőnek ez. Brutál. Nézzétek. Mondtam én, hogy szép lesz. Érdemes nézni a videót. Aha. És ott van a csúcs. Ez a kettő még nem az volt. Mondjuk ez benne van a terepfutásra, hogy mikor azt hinnéd, hogy felértél, akkor kiderül, hogy mégsem. Közben megvan 5 km 36 perc alatt, ami meglepően jó. Na és most már ez a Rákosi Hargita. Ez itt. Haladjunk tovább, mert ebből nem élünk meg. És itt az első frissítőpont, 6,4 km. Sziasztok! Szevasz! Hogy mint? Jó, ti hogy vagytok? Jó, köszi! Sziasztok! Meg volt a frissítés, nyomjuk tovább. Itt még jól futható egy kevés. Micsoda vadregényes környezet. Hoppá! Na hát, ilyen helyen szaladunk most. Egy kevés sár van. Nem az esőtő, hanem valahol biztos egy forráska. És attól, de haladunk. Ez is. Nyomjuk tovább. Ez olyan 7 kilométernyi pont. Hát ott a hátam meg látszik, hogy nagyon meredek részen és nagyon technikás része. Ereszkedtünk le. De most egy keveset ismét futható. Eddig viszonylag tempó az jó. Arra igaz, nem emlékeztem, hogy ez a Hargita Trail ennyire technikás, hát nézzétek, ugye voltak a kövek, vannak ilyen ágak, folyamatosan kell figyelni, hogy hova teszed a lábad, úgyhogy jó, tényleg tehát ő is ilyen idővel fog, gyönyörű. Itt most nagyjából emelkedni fogunk, az órám egy 1100 métert mutat, és van azon 120 méter szinte emelkedés, de igazából egészen a Madarasi Hargita csúcsáig kevés lejtővel végig emelkedni fogunk. Úgyhogy ha ez ki van pipálva, akkor a szintnek a nagy része az meg lesz. Még a végén a sípálya, de az már öröm, vagy nem. Most ereszkedünk be a fizeséshez, és ott szembe van a csúcs, a Madarasi Hargita, 1801 méter, Székelyek Szentegye. Szóval, megyünk oda. Hát oda fel még az egy jó mászás lesz. Hú. És itt már hallatszik a pataknak a csobogása. Nézzétek! És itt is van. Ez még nem maga a vizesés, ez egy picit talább lesz. Köszi! Gyere, gyere, gyere! Hát itt két éve is ugyanitt tereszkedtünk le, csak akkor még nehezebb volt, mert ezek a kövek nagyon csúsztak. Köszi! Szia! Szia, szia! Mennyi? Ah,
azóta tette egy kis palló. Kis frissítő. Hát gyönyörű, tényleg az. Na, mehetünk tovább most már tényleg fel a madarasi habitára. Mászás elkezdődött. Ott a háznak a tetej felett látszódnak a futók, hogy elkezdték a, hát eddig is mászás volt, de inkább úgymond folytatják a mászást. Nézzétek! Azért az jó meledek ott felfele, de itt a hegylábában még meledik háza, van egy frissítő pont. 126. Ízó, kóla. Kóla. Kóla, putin. Köszi. Banán, egy csokoláta. Megrégyünk, várjuk át. Volt egy is frissítés kólában. Ne igyatok, mert egészségtelen, de nem volt bennem a Spartán. És akkor menjünk fejfele. Hát itt a kis málnásban lehet frissíteni málnával, de finom. Hihetetlen, milyen édes. Hát még van a tetői. Egy egész 8 kilométerre van itt 230 méter szint emelkedés. Hú, nem akarok csúnyán fogalmazni, de ez kemény. Hú, nem emlékeztem, hogy ez ilyen kemény volt 2 éve. Hú. Nézzétek, micsoda látvány. Iszonyatosan szép. Ha még van fejfele. És ott elől már a csúcs látszik. Kopjafák lobognak a zászlók. Most már odáig tényleg kevés, hogy 1-2 perc ott vagyunk. És ez most már a tető. Nézzétek, de gyönyörű. Madarasi Hargita, a székelyek szent hegye. Azt mondják, aki járt Székelyföldön, de nem volt itt. Ez igazából sose járt Székelyföldön. Na hát, ez ilyen. Sziasztok! Hát itt vagyunk 1801 méterre. És ez ilyen gyönyörű. És az egész helynek van egy ilyen misztikussága. És tudjátok még mikor szép? Télen. Meg fogom ígérni, hogy télen még ide visszajövök. Ezt nézzétek. Iszonyatosan szép. Igazából nem is tudom, mit mutassak. 2 évvel ezelőtt semmi se látszott, most viszont gyönyörűen. És itt vagyunk a régi vulkán tetején. És versenynek a nehezebb része, több mint fele. Úgyhogy ez volt a madarasi Hargita. Nem most már megyünk lefele. Hello! Hát ide el kell jönni, és még télen feel good team-mel én is elfogok, mert szoktak kifutni ide. Gyönyörű lehet akkor is. Hú, hát ezért megérte visszajönni. Megmondtam, hogy visszajövök még egyszer én, és vissza is jöttem is. Abszolút nem bánom. Szuper. Hú, mennyit beszélek, mint egy pap. Hoppá!
Hát azon a részen a hátam mögött abszolút nem volt könnyű lejönni ilyen kis kőomlás volt, de most már ki van pipálva, még ez nem azt jelenti, hogy könnyű, csak könnyebb. Nézzétek, ezért kell figyelni, hogy lép az ember. Köszi! Köszi, köszi! Hát már nagyon sok nincs hátra. Megvan 15 kilométer, 2 óra, 2 perc alatt is 743 méter a szintemelkedés, ami magamhoz képest abszolút nem rossz idő. Hú, igaz, hogy nem veszem annyira lazára, mint 2 év, az túl laza volt. Ez egy ilyen, hát vannak erősebb részek benne. Tényleg ez most, ahogy érzem, nem nézek semmit. Ez most essen jól, mint nagyon sok minden, és akkor jó lesz a vég. És 16 kilométernél az utolsó frissítőpont. Ott fut a dús ez. Bravo! Apa! De kell a frissítés, mert van 30-35 fok. Hát 35 nincs, 32 biztos. Addig van, addig, amíg az erdőbe szaladsz, teljesen rendben van. Akkor van gond, mikor kiesz a napra, és a végén a sípálya, az pedig végig napon van. Hú, cseppet csak kívánja most, egyetlen porcikám se. Hú. Nos, hát így 17 kilométernél adja magát a kérdés, hogy hát itt a Hargitán nem félek-e medvétől? Na pont itt nem, ugyanis nappal ezek a medvék, amelyek itt fent vannak a hegyen, és nagyon ritkán látnak embert, ezek jobban félnek, mint én tőlük. Azokkal van baj, akik bejárnak a településekre, azoktól félek. Itt nem, egyáltalán nem volt. Pedig azért láttátok, hogy mennyi susnyás, málnás rész volt, de igazából meg se fordult, most jutott eszembe 17 kilométernél, hogy akár ez is lehetett volna, de nincs. Hú, még van kemény 4 kilométer. Amit látszik a hátam mögött, itt a vége fele sincs azért olyan könnyű dolgunk, hát vége. Még van 3-4 kilométer, de eléggé meredek. Ereszkedő volt, volt egy kevés aszfalt rész, ott nem videóztam, mert mire elindítottam a kamerát, arra vége is lett. Na hát, ez van, és a vége egy nagy emelkedés azzal, mára ennyi. Már tartsatok ki velem. Előre az utolsó 2,5 kilométeren, persze ez most már mind mászás lesz, és ebbe lesz olyan rész is, ahol bokáig a patakba kell gázolni, és nem úgy, ahogy ott elő, hanem szembe a folyással, majd meglátjátok. De őszintén, ez a kis hidegvíz most jól is esik. Nem tudom, ez ha jól mutatja. 1,4 kilométer, 309 méter szintemelkedése. Ez normális, basszus. Hú. Ez azt jelenti, hogy az orrom a földet fogja érni. Hát persze lehetne kövekről kövekre úgy ugrálni, hogy ne legyél vizes, de és már kit érdekel. De igaz, milyen gyönyörű. Hoppá! Azt sem tudom, hol lenni. Egy kis patak mindig rohan, egyre csak énekel. Na, hagyom a patakot énekelni, mert ez jobb mindenkinek.
csak ez a sípája, és ez a verseny is pipa, de ez még itt brutál lesz. Mutatom, hogy miért. Nézzétek, ez azért kegyetlen. Na hát így lehet is 1400 méteren 300 szint. Nem tudom, mennyire adja vissza, de ez valami brutál itt. Hát ez lesz vagy 20 perc. Haladtam is, felettem is szenvednek az emberek, és hát én is igen. Na, még van. Nézzétek. Hello. Hát erre nem emlékeztem, hogy ez ilyen meredek. Sok mindenre nem, de erre nagyon nem. Hú, hát felértem, de hát ez iszonyú volt. Hú, itt felfele senki se vízgackozott. Hát ez brutál. Kegyetlen. Hú, ezt a mindenit. És ott elül már. Látszik a cél, ez már meg lesz. Hú. Utolsó 100 méterek. A gyorsabbak már megpihentek. Nézzétek ott fel. Mi a helyzet? Hogy értetek be előttem? Na, megléptük magunkat. Rövidebb volt nektek? Igen. Egy kicsi váltat. Hajrá! Hát, ez a vége, ez már. Biztos, hogy nem fogom futni. Egyetlen egy porcikám se kívánja. Hát ez brutál volt. Egészen 17-ig egész jó volt. Utána kezdődött a verseny. De hát így is jobbat szaladtam, több mint 10 perccel, mint 2 éve, szóval nem olyan rossz ez. És megvan, megpihenek, és jövök egy rövid összefoglalóval. Köszi! Gratula! Köszi, pacsi! Na, ez a verseny is. 21 km, több mint 1000 méter szintemelkedés. Nagyon szuper volt. Hát itt a vége egy picit szenvedős volt, hiszen nézzétek, oda kellett felmásszunk egy brutális emelkedőn, amit ti is láttatok, hát nem tudom, ott fog-e látszódni, biztos nem az emberkem, hogy mászik ki. Egy nagyon-nagyon brutális emelkedő volt, na ott megszenvedtem, addig nem volt semmi bajom, ott viszont nyilván nagyon szenvedtem, de egyébként egy elképesztően vagány verseny, azért jó technikás is, láthattátok, hogy mennyi szép látnivaló van erre, úgyhogy mindenféleképpen én csak azt tudom mondani, hogy jövőre gyertek, hát én ide még biztos vissza fogok jönni, mert a társaság, a szervezés, az útvonal, minden szuper, valószínűleg akkor már a hosszabb távra. Nem maradt más hátra, ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen lájkoljátok, ha nem vagytok még feliratkozva, iratkozzatok fel, és találkozunk egy következő videóban, vigyázzatok magatokra, sziasztok!